Mihály Illés idegenvezető, a szegedi árvíz idején érő jelentős személyek sírjait mutatta be egy előadás keretein belül a Somogyi Könyvtár Francia utcai fiók könyvtárában. A már sokszor hallott nagy nevek mellett hallhattunk kevésbé közismert emberekről, akik az árvíz idején tevékenykedtek Szegeden. Aktualitás jegyében készültem a mai előadásra, tekintettel arra, hogy nem sokkal az árvíz évforduló lesz. Pálffy Ferenc polgármester sírjával kezdem, aki az árvízi polgármester volt és a város újjáépítő polgármestere. Aztán Dáni Ferenc, aki fogadja a királyt az árvíz 5. napján, és úgy haladunk a híres emberek, Dankó Pista, Móra Ferenc, természetesen Juhász Gyula, és hát néhány festő, Biny és stb. Tehát híres embereket válogattam össze. Az az igazság, hogy ugye nyilván a teljességre nem törekszünk, mert ahogy a cím is mondja, hogy az élet rövid, az emlékezés örök, és amikor egy sírt megnézünk, bemutatók, akkor felidézzük az illetőnek a főbb dolgait, munkásságát. A másik nagyon szép épülete, a Bíróház, az az Oskola utcában van, az Alabázas étterem. Az előadást az is színesítette, hogy kevésbé köztudott érdekességeket osztott meg a hírességekről a résztvevőkkel. Fontos megjegyezni ugyan, hogy ezek az emberek nem csak Szegeden töltötték idejüket, de ennek ellenére igen nagy hatása voltak Szeged történetére. Dankó Pistának a sírja, aranybetűkkel van írva, és ott van Dankó Pista hegedűjével. Ezek az emberek egy része itt született, másik része meg ide jött. Az itt született Juhász Gyula, erre nagyon jó példa, és itt is halt meg a városunkban. A híres költő Móra Ferenc viszont ugye Kiskunfélegyházán született, akkor mikor Szegeden az árvíz volt 1879-ben, és 23 éves fiatal emberként érkezett 1902-be Szegedre, és az egész munkás életét tulajdonképpen városunknak szentelte. Úgyhogy a régi bicskát vitte haza. Szirácki uramat egy angol megkereste, ez is tömörként tudjuk, megkereste egy angol úr, de nem tudom, hogy én nekem a Püspök bazárba édesapám, szerintem